Talán az egyik legnehezebb dolog, amit meg kell érteni az életben, az élet életszerűségét, és a legjobban ez a probléma ott jön ki, amikor döntési helyzetbe kerülünk. Sajnos ezt tanítják mindenhol az iskolában, hogy döntenünk kell, kerülj olyan helyzetbe, hogy döntési pozícióban legyél. Tehát például legyen A és B választási lehetőséged, és akkor tudod, hogy merre menjél. Ahogy a múltkori vlognál is, most is természetesen, ahogy elkezdtem a vlogolást, abban a pillanatban kezdtek el fűrészelni, heggeszteni, fát vágni, eddig csönd volt. Az előző helyszínt el kellett hagyjuk, mert mire beállítottunk mindent, bekapcsolták a zenét a bezárt étteremnél. Na szóval, döntési helyzetbe kerülünk, és ez jó, mert tudjuk, hogy merre menjünk. Egyébként az életed számára ez nagyon rossz. Az egyik legrosszabb, ami előfordulhat veled, ugyanis a döntés az azt jelenti, hogy letisztul minden körülötted, és látod azt, hogy merre menjél. Ez nagy hülyeség lenne, ha azt mondanám, hogy ez rossz, de mégis azt mondom, hogy rossz, ugyanis ez a letisztulás nem más, mint hogy leegyszerűsödik körülötted minden. Leegyszerűsödik, tehát eltűnik az életszerűség az életedből. Olyan tiszta lesz minden, hogy átlátod, de ez egy logikus döntéshez, egy logikus lépéshez vezető út. Miért kéne másképp gondolkodnod? Azért, mert az élet nem logikus. Az élet az tartalmazza a logikát, és tartalmazza a nem logikus lépéseket, mint például az érzelem, ahogy működik, tehát ahogy az érzelmeket is tapasztalod, hogy nem logikus az, amit érzel, hanem egyszerűen megtörténik veled. Na most, ha a boldog életet keresed, a sikeres életet keresed, akkor meg kell, hogy történjen veled mindenféle dolog, ami csak létezik a világban, és nem az szerint kell történjen minden, nem az szerint kell menjen az életed, ahogy te elképzeled, ahogy te fel tudod fogni logikusan, észszerűen. Hogyan tudsz ezekben a helyzetekben is jó irányba menni, de úgy, hogy ne döntsél? Általában a döntés az igen vagy nem, tehát két részre osztjuk azt, hogy mit akarunk csinálni, és azt gondoljuk, hogy ha ezt csináljuk, akkor jól döntöttem, ha ezt csináljuk, akkor nem döntöttem jól. Vagy ha ezt csináljuk, akkor jól járok, ha ezt csináljuk, akkor nem járok jól. Ezt kell elfelejtsed, és bár minden esetben az élet olyan lesz, hogy letisztázódik jobbra vagy balra, fekete vagy fehérre, magas vagy alacsony, jó vagy rossz döntéshelyzetekre, mégis neked más kell tenned. Na nézzük sorjában, hogy mik a lehetőségeid, és hogyan tudsz helyesen cselekedni. Az egyik, tudnod kell nemet mondanod. A másik, tudnod kell igent mondanod. A harmadik a lényeg, hogy amikor tudsz igent és nemet mondani, akkor legyen egy harmadik variációd. Tehát ne igen legyen és ne nem, hanem mindig legyen egy igen, mindig legyen egy olyan válaszod, hogy igen, csinálom, tovább megyek, de ez egy harmadik variáció legyen. Nézzük meg ezt üzleti szempontból. Van lehetőséged társulni vagy nem társulni valakihez. Amennyiben felajánlja neked a lehetőséget, hogy vedd meg a portikáját, vagy csatlakozz hozzá, vagy add el azt, amit van, és felajánlja, hogy mik vannak, akkor te abban a döntésben fogsz kényszerülni, hogy eladjam, vagy ne adjam, megvegyem, vagy ne vegyem meg ezt. Én teljesen másképp hozom meg a döntéseimet, nagy idézőjelben. Nem gondolkozom abban, hogy eladom, vagy nem adom el, vagy megveszem, vagy nem veszem meg, hanem elkezdem használni, elkezdek belemenni ebbe a szituációba, elkezdek egy olyan utat felépíteni, ami nem létezett se az ő számára, se az én számomra. Tehát olyan, mint amikor találkozni kell valakivel, és hol találkozunk, nálam vagy nálad. És nem nálam vagy nálad találkozunk, hanem egy semleges helyen fogunk találkozni. És ez a semlegesség fogja megadni a szabadságot mind a kettőtök számára. Nézzük meg ezt más szempontból. Például nagyon sok fiatal küzd
azzal a problémával, hogy nem tud nemet mondani, mert kellemetlen neki az, hogy nemet mondjon egy kérésre. És ezek lehetnek komoly kérések, olyan, amire a válasz, ha igen, akkor számára kellemetlen lesz ez a dolog. Például volt egy ilyen eset, hogy egy hajléktalan leszólított este egy fiatal lányt, és a fiatal lánynak bár meg lett mondva, hogy a legegyszerűbb az, hogy köszön, és elmondja, hogy nincsen pénze, és tovább megy, vagy nem tudok segíteni, és tovább megy. Ez a legrövidebb út arra, hogy ne alakuljon ki semmiféle konfliktus vagy veszélyhelyzet. Mégis a lány ebben a szituációban belenyúlt a zsebébe, és adott neki egy 200 forintost. Mire a hajléktalan rögtön azt mondta, hogy nekem több pénzre van szükségem, és látom, hogy jól állsz, van még nálad pénz, add oda a többit is. Majd odaadta a többit is, és akkor sem tántorodott el, akkor sem elégedett meg az egészen, hanem még kért tőle mást is, és a végén ebből futás lett, szerencséje volt, hogy el tudott futni, tehát nem volt komolyabb probléma. Tehát tudnod kell igent és nemet mondani még hozzá, úgy kell igent és nemet mondjál, hogy a másik embernek bármelyik válasz tetszen. Ezért ha megkérdezik tőled, hogy van pénzed, például az utcán, vagy megdicsérnek téged, mert lány vagy, és azt mondják, hogy jó a segged, vagy akármit mondanak, bármit, amit kitalálnak, általában nagyon nagy variációk nincsenek, akkor neked egy harmadik választ kell adnod, és nem azt, amire ő gondol, hogy igen vagy nem. Mert ha nemet mondasz neki, akkor az olaj a tűze, ha igent mondasz, az olaj a tűze. Ő eldöntötte, hogy mit akar csinálni, a kérdés nem valódi. Általában a döntési helyzetek nem valódiak, ezért mindig ragaszkodj ahhoz, hogy te hogyan szeretnél élni. Erre építsd föl a döntéshelyzetben a harmadik utat. Tehát ne felejtsd el, hogyan szeretnél élni. Mi a mai terved, mi a holnapi terved, vagy a hosszú távú terved? Bármilyen döntés elé kényszerít az élet, vagy más ember, akkor sose válasz a lehetőségek közül, hanem mindig válasz egy olyat, ami nem létezik, és építsd föl, ott abban a pillanatban kezd felépíteni. Hogy mi legyen az irányadó? Egészen pontosan az, amit te igazán szeretnél. Ebből nem lehet konfliktus. Ez a másik számára új lesz, a másik számára érdekes lesz, ha elég érdekes lesz, követni fog, ha nem lesz elég érdekes, elveszti az érdeklődését és békén hagy. Ez igaz egy konfliktus helyzetre, ez igaz egy üzleti találkozóra, ez igaz egy párkapcsolati problémára, és ez igaz egy szexuális megerőszakolás esetén is. Tehát sosem dönts, sosem hagyd magad, hogy bekényszerülj egy döntési helyzetbe, mindig találj új utat, mindig építs új utat, és mindig egyetlen egy dolog vezéreljen, hogy hogyan szeretnél élni.